Sziasztok, ez itt újra a Batman, Joker visszatér. És lehetséges, hogy már közeledünk a játék vége felé. Az előző részben ugyanis már megküzdöttünk egyszer Jokerrel, csak megszökött. Ezt a pályarészt egyébként már kivittem az előző videó végén, csak egy sebezhetetlenséget sikerült fölvennem. Szóval nem biztos, hogy most olyan egyszerű dolgom lesz másodjára. Mindenhonnan jönnek ezek az ellenfelek tömegével. Talán így lassan kéne előre haladnom. És pont nem találom el. Oké, hát két élet. És nulla extra élet, szóval nem hiszem, hogy most nagyon sokáig eljutnék. De nem baj. Ja, erre számítottam. Hát egy kicsit valószínűleg itt is kell gyakorolni. Jaj, én át akartam csúszni alatta, amikor ugrott. Kikérem magamnak. Az viszont jó, hogy az összegyűjtött energiákat akkor is megtarthatom, hogyha kaptam egy Game Overt. Ez azt jelenti, hogy ha néhány ellenfelet kiszedek még, akkor megint megkapom a sebezhetetlenséget. Ezt nézzük csak. Visszajön oda az ellenfél. És nem. Nagyon furcsa Nintendós játékot vinni, ahol nem élednek újra az ellenfelek minden centiméteren. Egyel több élettel jutottam ide. Zseniális. Most már sima lesz, ugye? Na jó, lehet, hogy nem. És megvan. Bár most pont, hogy egy nehéz részre érek. Micsoda? Én próbáltam ugrani. Hát még ilyet csalójáték. Na jó, nem, de tényleg nem tudom, hogy miért nem érzékeli néha jól a dolgokat. Általában tökéletes minden, de néha van, hogy egy kicsit elromlik. Itt is jönnek, ugye? Aha. Kicsit vissza kell így lépni. Jó. Itt meggugolni kell. Lehet, hogy hagynom kéne, hogy ide ugorjon az az ember. Vagy nem ugrik ide? Ennyi. Jaj, de kár volt sebződni. Pedig most még egy plusz élettel ide érhettem volna. De fel akarom szedni a sebezhetetlenséget, hogyha lehet. Sebződés után egy ideig nem lehet ugrani, lehet, hogy olyasmi volt az előbb is. Nem értem igazán. Minden esetre ez még így poén. Fölvettem, vagy nem vettem föl? Egy, kettő, három, négy. Na, nem tudom számolni, hogy hány energiám van. Egy, két, három, négy, öt, hat, hét. Igen, hogyha jól látom. Körülbelül talán akkor 8-at kell összegyűjteni, hogy kapjak egy sebezhetetlenséget. Nézzük. Aha. Na már ennyivel is okosabb vagyok. Ugrás! Oké. Gondolom elkezd leindulni ez a platform.
És le is esik teljesen. Oké. Itt meg ugrani nem igazán tudok. Szerencsére nem történik semmi. Na ez jó. És már is boss. Jó, azok a zöld cuccok eltűnnek. Jó tudni. A piros cuccokat, azokat már nehezebb kerülgetni. Ahhoz el kéne... Nem tudom, át kéne menni középen talán? Bár így, hogy kevesebb minden van itt már, sokkal egyszerűbb a dolgom. Nézzük csak. Így. Igen, az a jó, hogyha fölcsárzsolom a dolgokat. Ott vagy, Joker. Ez... Nem, ez egy kicsit más támadás. Hát kéne csúszni alatta. Talán az a legjobb döntés. Na, ezt nem látom, hogy hogy kell kerülgetni. De még van időm megtanulni. Na, azt most sikerült. Így. Szóval a zöldnél csúszni és visszaugrani. Azt kell nézni, hogy a, mikor kezd el a karjával így lengedezni, mert akkor lehet számítani rá, hogy pont mikor támad. Nem mondod? Ennyi tényleg? Hogyha itt maradok szélen, akkor mindig ugyanazt csinálja. Akkor rendben. Ó! Mondjuk ahogy látom, nagyon sok élete van, szóval nem lesz egyszerű dolgom. De legalább most már... Ó, végre sikerült a csúszás. Legalább most már tudom, hogy kb. Mire számíthatok. Ezeket meg még mindig nem tudtam kitanulni, de... Az a lényeg, hogy elérjek a bosszig. És ha elérek odáig... Pont nem tudtam fölvenni a fejlesztést. Na mindegy is. A boss ellen mi lehetne a jó fegyver? Hát nem is tudom. Ó! Azt hittem, hogy ha megpróbálok átszaladni ezeken, akkor a lőállások megfordulnak és becéloznak engem. Úgy tűnik, hogy ez nem így van. Jaj. És még egy kis rész. Ne! Na legalább most már látom, hogy át lehet gyalogolni egyszerűen arra a platformra. Nem kell ugrani ott. Hány életem van? Egy. Most jó lenne egy game overt kapni gyorsan, hogy... Na, tudjátok mit, nem foglalkozok vele. Nem hosszú ez a pálya. Nem számít, hogyha újra kell vinnem egyszer-kétszer. Mégis poén. Maradjunk ennél. Jaj! És szaladjunk. Jó. Ezzel talán még könnyebb is kiszedni a buborékokat. Az ős ellenségeinket. És itt is vagyunk újra Jokernél. Sima.
Jó, itt az elején... nem tudom, hogy mit kéne csinálni. Csak megpróbálok minél hamarabban kiszedni minden ilyen zöld lőállást. Így. Megvan, mit kell. Csak néha el se találok. Ja, hogy néha egyszerre támad mindkettő. Az úgy... akkor nehezen kiszámítható. Oké. Szerintem a nehezén túl vagyok. Oké. Az a baj, szerintem ez a támadás nem ér sokat ellene. Jó, igen, 250 ezer élete van. Az rengeteg. Mondjuk... hogyha csak úgy fog támadni, mint a múltkor... akkor nem lesz bajom vele. Jaj, hogy nem lehet gyalogolni közben így. És nagyon gyorsan lő újra. Szóval, ja, lehet, hogy így a legjobb lőni. Csak a rakétánál kellett volna maradnom. Az az igazi. Vagy várjunk csak? Ah, így is eltalálom. Nem a legjobb taktika, de ha még működik. Sőt, eddig el se pattognak azok a körfűrészek. Nézd már! Jó, hogyha kisebb lőállásokat kilövitek, akkor már egyszerűbb dolgotok van. Ó, mindkét lövéssel eltalálhatom, hogyha itt pont alatta vagyok. Az nem rossz. Itt nem maradhatok középen. Nem baj, egy próbának jó volt. Igen, most csak azzal próbálkoztam, hogy mi a legjobb módja annak, hogy gyorsan sebezzem. Mert egy kicsit túlságosan szenvedős megoldás az, amit most így ezzel a fegyverrel tudok csinálni. Amúgy, hogyha a fejét lövöm ki a kisebb lőállások előtt, akkor az vajon probléma? Második alakjára megmarad a... az a cucc. Jó. Több élettel jutottam el idáig, mint múltkor. Azért jobb lenne, hogyha nem kéne így nyomogatni, de... az a baj, muszáj. A turbógomb sokat segíthet ebben a játékban. Meg most veszem csak észre, hogy minden egyes alkalommal, amikor eltalálom, majdnem minden egyes alkalommal, így villan egyet a képernyő fehéren. Ez valakinek gondolom nagy probléma lehet. Jó, most, hogy így észrevettem, egy kicsit az idegesítő. Mi van, hogyha ilyenkor csúszok? Nem megy. Mi van, hogyha ilyenkor guggolok? Aha! Profi taktika. Késő. De ilyenkor, hogyha elkezd integetni, és guggolok, az előbb sikerült pedig.
az lenne a leggyorsabb megoldás. Na jó, csak csináljuk úgy, hogy profin. Ilyenkor, aha, az a legjobb, hogyha át csúszok a másik oldalra. Itt majdnem középen vagyok. És jól le kell reagálni mindent. Jaj! 83 000. Közeledek. Jó lesz ez. Na! Uram, kérem. Ez egy kicsit kellemetlen volt. Amúgy tetszik ez a pálya. Még mindig azt mondom, hogy az a havas pálya, az sokkal sportszerűtlenebb ennél, pedig valószínűleg ez lesz már a végső pálya. Többi fő ellenfélnek eddig nem volt több alakja, hogyha jól emlékszem. Oké, az úgy eltalálja egy kicsit. Remek. Háttér amúgy miért mozog? Valami járgányban vagyunk? Ó, ez volt az utolsó életem. Hát még ilyet. Szóval a hőkövető fegyverrel végig eltalálhatnám, de az a baj, hogy nem... Valószínűleg nem sebezne sokat. Hogyha már ilyen egyszerű használni. Meg van az a fegyver, ami egyszerre lő előre és egy kicsit fölfelé. Na az lehet, hogy még jó ötlet. Tudjátok, most azt próbálom meg. Még több lehetőségem lesz megpróbálni. Oké, még ezt fölvehetem. Nem! Veszélyes lett volna ott maradni. Jó, most egyszerű dolgom lesz, mert átszaladhatok mindenen így. Csak ne halljak meg. És meghalok erre. Egy dolgom volt. Egy. Oké, el leszünk itt egy ideig. Csak néztem az időt. Mondom, hogy ha ezt az egyetlen egy pályát hagytam erre a videóra, akkor sokkal rövidebb lesz, mint az előzőek, de... Hát mégsem. Azért van itt még mit bénázni. Jaj, mit művelek? Ilyet tényleg nem kéne. Melyik is volt az? Az a pötty? Jó, pont egy game overt kaptam, én teljesen így akartam. Gyere! Így. Ez a legjobb taktika. A kerülgetést azt ne tőlem lessétek el. Azt egyáltalán nem így kell csinálni. Fölvegy... Tudjátok, mit fölveszem?
És most ezt... Várunk csak mennyi, egy-két, ha... Ezt is föl kéne vennem még. És pont nem érem el. Ne, pont nem találom el így. Talán így. És így se. Na ez így nem tetszik. Én próbáltam ugrani. Úgy tűnik, hogy ha a képernyőn kívülre esik a platform, akkor már nincs mit tenni. Ó, és most pont kijött volna pedig a sebezhetetlenség. Én azt a végére akarom, szóval megpróbálom kikerülni ezeket. Fejlesztéseket. Ne csináld! Nem érdekelsz. Én csak megyek előre. Ezt veszem föl. Szuper. És... Jaj, de megint ezzel a gagyi fegyverrel érek oda. Na nem baj, menni fog. Hú, de gyorsan kiszedtem most ezt az alsót. És még a felsőt kéne. Oké. Már rosszabb, mint a múltkor. Múltkor 50 ezerrel értem a második szakaszhoz. Hát annyi baj legyen. 38 ezer, azt hiszem elsőre próbálkoztam ennyivel. De ez tényleg csak a megvalósítás kérdése. Az volt minden alkalommal a bajom, hogy türelmetlen voltam. Úgy eléggé érdekes, hogyha itt semmit nem csinálok, akkor... A boss se tud eltalálni. Táncolhatok is a zenére. Edzhetek. Na jó, csak csináljuk. Nem lehet olyan nehéz ez. Melyikkel kezdesz? És már is elrontottam. Ó! Megvan talán a legjobb taktika. Talán megvan. Csak pontosan kell mozogni. Így? Na látjátok, csak megérte próbálkozni. Most így sokkal gyorsabban csinálhatom meg, mint hogyha csak...
innen-onnan lőttem volna párszor. Bár lehet, hogy valami még lesz a tarsolyában a végére. Ez egy kicsit túl egyszerűnek érződik néhány korábbi pályához képest. Most. Lehet, hogy most meg lesz. No. Kiesik a kapszulájából. Fölrobban az egész sziget? Ninja Gaiden stílusban? Castlevania stílusban? Na, ennél nagyobb robbanásokat akarok. Még csak le se zuhant az a nagy hegy. És tényleg ennyi volt? Hát, csalódás ez a játék. Én legalább egy félperces sziget felrobbanást és szétomlást vártam volna, mint a Ninja Gaiden játékok végén. Erre csak kapok pár ilyen kis babarobbanást. Hát ez semmi. Ezért vittem ki a játékot. És hogyha itt a Batman repülgethet ebben a repülőgépében, akkor hogy van az, hogy a pályákon ezt nem használhattuk? Akkor nem is kellett volna az ugrálással foglalkoznunk, csak átrepültünk volna mindenen, főleg a havas pályán. Na jó, ez az ilyen értelmetlen szőrszál hasogatás persze. Nagyon bejött ez a játék. A pálya dizájn az változatos. És hát viszonylag sportszerű, néhány részen nem az, de végtelen folytatási lehetőséget ad a játék, szóval ez így rendben van. Szóval én úgy vagyok vele, hogyha egy játék teljesen sportszerű, akkor csinálhatja azt, hogy véges sok életet ad. De hogyha meg sportszerűtlen játékmenetet választja, akkor adjon végtelen életet, mint mondjuk a Ninja Gaiden. És itt is akárhányszor újra kezdhetjük az adott pálya elejéről. Ráadásul még csak nem is kell együltében kivinnünk, mert kapunk jelszavakat. És kinézetre iszonyat jó a játék. A háttér az sokszor több tempóban mozog, hogy is mondják ezt, parallax gördülés. Azt hiszem ez a technikai kifejezés. Szóval például ott a felhők nagyon szépek voltak az első pályán. A havas pályán a hópelyhek nem ugyanabban a tempóban szálltak, hanem így eltérő sebességgel, meg azt hiszem eltérő irányban is. Meg hát itt az utolsó pályán az erdő, hát ez iszonyat jól nézett ki. Szóval köszönöm azoknak, akik ezt választották a szavazáson. Nagyon poén játék volt. És megérte egy első látásra vinni, mert nehéz, szivatós, de attól még poén. És remélem, hogy nektek is tetszett ez a végigjátszás. A következő akármíg. Sziasztok!